Sziasztok, skacok! Üdvözlök mindenkit, Hatis vagyok, és folytatom az Elden Ring végjátszásomat. Számokkal mindig hadilában állok. 19. résznél járunk. Mit keresen a Witchbane Ruins-nál? Amúgy meg. Amúgy. Zex hirdetés ez amúgy. Itt van lent. Várjál, most ez is a szilén, meg ez is. Ez érdekes. Ez feletévé érdekes. Tényleg ez most, ez a mauzóleum, ez milyen, melyik rúnát engedi duplázni? Aha. Jó, ennyire még nem akarok duplázgatni semmit. Jó, ezt a szilént, ezt meg fogom nézni, hogy mi lehet a kezdje, mert a múltkor már beszéltem vele, de nem fogadtam el ugye az, hogy tanítson. Nekem gyanús, hogy ez a bebörtönzött is az. Valami gyanús nekem, mert nem tudom a kezdjét egyébként, biztos, hogy van benne valami csavar. Mert én arra tudok gondolni, hogy amelyik le van kötözve, az az igazi. És ez, aki ott szabadon van, ez még valami álgeci. Na, itt van a meteor becsapódásnak a helye. Remélem, jó fele jövök. Tehát, hogy az valamilyen csaló, polisztor, az más jelent. Még azért nem teszem az a szó. Halló! Jó napot kívánok! Szevasz, Krisz! Krisz az ilyen Twix jockey. Szereted a Twixet, Krisz? Xbox.
Szoporific gríz. Tényleg az mi az izé? Altató. És nem is tudok kraftolni még. Sleep. Nagyon jó cucc. Lehet, hogy arra kéne építeni. Sleepre. Na, Nokron cici. Nokron city. Rátod city. Rátod city. Ne! Juda! Mert csak azért, mert ott van egy tárgy, azért gondoltam, hogy látom. Így kellett volna, jó. Ghost Flame Torch. Anyád. 14 intelligence kell. Kék. Kék fákja. Négyféle beállítás szarakodok egy nap is sehogy, valahogy sehogy nem jó. Thank you.
Nokron az örök város. Miért nem ezt lokkolod be, hogy rohadjál meg? De az is rendesen leszitkodják, bazzeg a HP-m. De ez mi? Egyébként azt sem értem. Ma most egy kicsit jobb lett. Átváltottam más frame rate-re, de... Furcsa amúgy nekem ez. Furcsa nekem ez a kamera, meg ez az egész, hogy működik. Másnál néztem, ugyanaz a settingje van, mint nekem, a lámpa fénye, most már mögöttem is van fény, és így ilyen oldalról. Most tök jó a fény egyébként, de a kamera még mindig fos. És ugyanezzel a kamerával, ugyanez a fény viszont, akkor más nézve is tök jó. Tehát mint hogyha nekem ilyen alacsony bitrátán működne a kamera. Tehát hiába 1080p, mint ilyen 5 megapixelen menne a kamerám. Holott egyébként többnek kéne lenni ennek a kamerának. Furcsa. Vettél furcsa.
Nice. Hova kell itt menni? Itt van Marika, nagyon jó. Ki van itt, skacok? Három nézőn, de nem kuksiba vagytok. Nagyon lurkoltok. Kis lurkók. Jó, Krisz tudjuk, de... Ő a lurk király, de... Mindenesetre mindig beköszön egyébként Kriszbe, ezt tudom tisztelni, hogy... Lurköl, tudja a faszom mit csinál, tök minden is az a lényeg, de... Itt lurköl és beköszön. Meg elköszön. Kurva anyádat! Swirl stress... Chrome... Kardmester nőnek a koronája. Swirl stress, ez olyan érdekes az a szó. Az képest nem is swirl, nem karddal volt, hanem ilyen ostorral. Ja, innen jöttem, de jaj. Na, skacok, itt lesz egy érdekes boss. Ezt tudom, mi ez. Na most itt Martinnal megcsináltunk egy olyan köcsök poént, hogy meg meg is lehet csinálni, aki nagyon... hogy is mondjam. Troll akar lenni, itt levetkőzöl pucénra, és akkor megjelenik a boss, akkor meg felöltözöl. De én most ezt nem fogom megcsinálni. Ugyanis a te másolatoddal, ami épp a belépés pillanatában van, azzal kell megküzdened. Ja. De én most nem, most becsületesen fogok játszani. Egyébként lehet meg most így megbasszom saját magam amúgy. Halló? A kurva életbe! Kiderül, milyen a builded. Amúgy.
arról életve, hogy ivott. Nem éreztem gyengének azért, úgy érzem a saját karakterem, úgyhogy ez egy jó hír. Ez egy feletébb jó hír. Ja, persze megint nem folytattam a felvételt. Kurva jó vagyok, gyerekek! Igen, és akkor most már megvan a mimik térkép spirites izem, ami kurva jó. 20 000, na 55 000 lehetem most. 45 000. De mindegy. Engedjük el most már azt a 25 000. Azt a 25 000-es pénz, amit az a semmibe elveszett. Az a játékidő meg tortúra. Itt online egyébként az lenne a poén, a From Software-es fejjel gondolkozok, de ugye én nem szeretek és utálom őket amúgy sok mindenért. Van amiért egyébként, tehát azt mondom, hogy lehet, hát ezt most nem akarom kimondani ezt a szót, de mindegy, az a lényeg, hogy nem, inkább Dark Souls-os fejjel, na nem is From Software-es, Dark Souls-os fejjel, az lenne a poén, hogy ez a mimik boss, ez egy player. Csak a te build-ed, a te cuccaiddal. Mint hogy van, hogy a DS3-ban is az a Spear of the Church is egy player. De, miért nem lakod be?
Ott lesz a Lord of Blood. Móg. Az ott Mógnak az arénája. Majd oda megyek, ezt megkúrjuk a segít. Neskant Butterfly. Látok egy pici... Itt ugyanaz a dalt dudolásszák, ami a DS2-ben van. A... Hasonlít rá nagyon a... Mi is az a pálya? Mindig elfelejtem a nevét. Valamilyen... Valamilyen... Nem. Itt van a nyelvemen, bazd meg az a szó, és nem... Uha. Micsoda kigyúrt néni. Jó, majd erre is jönni kell. Lehet, hogy előbb erre kéne. Ó, bazd meg. Kurva anyádat már! Nem igaz, hogy nem bírok inni és elugrani, bazdmeg, meg lerak egy spellt, bazdmeg. Ezt komolyan nem hiszem el, ezt a farkast, hogy ennyire egy csaló geci, bazdmeg.
gyorsabban bazd meg elszórja ezt a szarját, mint hogy én megiszok egy flaskát. Hihetetlen amúgy bazd meg, komolyan. Megint nem van 20 000. Csak hogy hát ha elbukom. De most hogy ölt meg? Ezt se értem amúgy, most hogy a faszomba csinál. Jó, hagyjuk is, na. Csak fölösszesen idegelem rage-eltem van. De még azt, hogy egy ütés nem bírt volna még beszopni ez a rohadt farkas. Úgy utálom ezt a rohadt köcsögöt, hogy nem igaz. De mi? De mi? De mi? De... Hogy sem ilyen lassú az emberem már? És miért vagyok fetról? Ezért. De mi? De most ez most mi volt amúgy? Ezt nagyon kiszámoltad, haver. Ezt is. Undorító egy ellenség amúgy. Kibaszott szarulva megcsinálva, úgy érzem ez is. Megcsal. Persze. Ez előbb full lecsalta az egész játékot amúgy. Amikor megölt. Tehát pont abban a ritmusban történik minden, ami nekem nem jó. Vagy anti-ritmusban, bocsánat, így mondom. Tehát... Pont. Input reader ennyit. Ugrok ő, mert tudja mit csináljon, mit fogok csinálni, azt is tudja. Nem való. Nem tudom, miért nem úgy játszik a játék, hogy ő nem tudja, hogy én mit nyomok. Fele ennyire lenne geci a játék egyébként. Fele ennyire. A legtöbb ellenség ezt csinálja. Input read-el. Tudja jól, hogy mit nyomsz. És mire én mozgok egyet, addig ő már két mozdulatot megcsinált. Elugrok, és izé ő már elugrott, és lerakott egy olyan nyilat a levegőbe például. Ilyen gyors. Míg én ugrok, aztán míg beleiszok a flaskába, és beszéljünk. Míg ő három mozdulatot megold. Most kár volt ezért farkasért. Milyen baszta hangulatom. Tovább léptetem.
És az dühített fel most a farkasba, hogy ott volt egy HP-ra bazd meg, és négyet mellé ütöttem, mert ő képtelen lett volna egy ütésbe szopni még. És simán el tudja intézni, kurán rajtam áll. Nem tudok mit csinálni, hogy már belekezdtem egy múlba, és nem bírok kijönni belőle, meg ígyon körbe húgyoz. Mert milyen jó, nem körbe húgyozni valaki. Azt hiszem ez egy kis rész. Hülye, tehát az a farkas kurva hülyén van megcsinálva, akárhol áll. Akárhol van. A mozgása, a hitboxa, minden szar. És akkor még ilyen gyors is, hogy teljes legyen az összkép. Úgy. Nekem ilyenem van. Nem raktam, nincs nálam ez a izé. Szóval, nála van. Nem, az nincs meg, pedig azt valahol itt meg lehet szerezni. Azt, amit ő is használ. Nem igazán használtam az előtt se, nem csak mindig be volt. Ja itt! Ja ez az! Bazd meg! Na ez az! Ezt kerestem. Mondjuk lehet, hogy ezt azért jól jobb lenne sűrűn használni. Kipróbálom most már, de jobban fogok operálni. Ez a csengettyű ez egyébként nem olyan jó. PvP-ben ilyen zavarónak jó volt, míg Martin kaszabolt, addig én lőttem ezzel a szarral, össze-vissza ugrált a csávó. Ki lehet innen menni? Talán arra. Á, nem, oda nem ugrik fel. Vagy? Várjunk. $29,000, nagyon nem gyűlik a pénz. Most tényleg jó lett volna az a 25,000. Ilyen hülyeség miatt bukni bazdnek, hogy leugrok a lóval egy kb. Olyan helyre, ahol jól mondom, oké, lehet egy kis fall damage-et, és meghal.
Föl lehet menni? Ezt kéne, hogy itt meghalljak megint. Látom, hogy föl lehet menni. Ez nagyon jó. Kicsit több tárgy. Nem igaz, hogy visszaszedi, bazd meg. Szereztem a sisakját. Ez egyébként nem is néz ki rosszul.
Sweet. Megvan ez is. Ez egy nagyon... ez egy kurva jó sisak. És mi a hatása még? Aha. Tehát így kb. Sem... még a tökfej is. Hát a tökfej jó, az nem. Az mindig OP. Hogy néz ki, geci? Kockina postol. Jó ez. Mizu, nincs itt senki. Jó, Krisz írt, de... ezt már meggyújtottam. Erre hova kéne menni? De... fussá már, miért állsz ennyi ideig, bazd meg? Hát nem hiszem el, öcsém. Buzi hülye ló. Oké, megütöttek. Oké, tudom. De miért kell ennyideig megállni? Te ez annyi... ez, ezt miért nem szedik már ki belőle? Viszont, hogy nyomorult patchbe nem férne bele. De tényleg. Sokan vagytok. Időzíteni, bazd meg. Triplán nem tudok. Én majd mindjárt leütnek, figyeld meg. Jaj, de egymásba vagytok tömörülve, basszíven anyádat. Lehet jobban járni. Tényleg ez a lóra, tehát nem merek közel menni harcolni, mert egyszerűen nem lehet beállani egy ütésre. Nem, 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 nem már, ne szorítsatok be, bazd meg! Bazdmeg, egyszerre kéne leütni hármat. Nem egyel szarakodni. De megint ezt csinálja. Hallod, ezt nem hiszem el, ezt a gémet. Igyál már, bazdmeg! Hát nem jössz, hogy nem lehet inni és gyorsan eljönni. Nem igaz. Komolyan mondom, ez nem igaz, mi történik.
Jól van, készíts be a ütésedet. Nem, geci, nem bírok el velük. És nem azért, mert erősek, hanem kúra sokan vannak, és direkt váltodba jönnek. Egyik üt, másik lő, ab, más, pomnik ugrok, másik üt már. Tényleg ezt nem hiszem el. Ilyen nincsen, geci. Ez vígan dröhögve izzadá... vizé... agygörcs nélkül kéne ezt megcsinálni. De mindegy. Ugrottam, de ne zavarjam. Ne zavarjon, hogy elugrottam a nyíl elől. Már nem engedted. Akkor mondom, ilyen nem bazd meg. Megölnek, bazd meg, érted? Kétszer, ja bocs, kétszer. Kétszer, kétszer. Nem mindegy, kétszer. Ez fontos. Lehetett volna jönni agy baj nélkül is, de nem baj, From Soft Forsware. Semmi baj. Semmi baj nincsen. Istenem. Semmi gond nincsen. Tesó. Ölj még mi ötször, ölj meg, öt mob. Tényleg, ami két ütések amúgy, és minden ütésre megtörik a poison például. De ez semmi baj. Öljetek még ötször. Tényleg, hogy szart sérjen a karakterem. Most szekvenszbe bazd meg szedett ki. Ezt nem értem, ezt a gémet komolyan. Na, el is így ugrottam, de ez a zavarjon. Visszahílelte magát. Olyan ez az effekt, mint a telefoncsörgés. Hát köszi.
Igen. Én elugrottam, de nem érdekli a játékot. Ez nehezebb volt. Nem is emlékeztem, hogy ez a második szarvas, ez már ilyen kicsit köcsögebb. De az. Puszi. Nem tudom, azt a híjét azt hiszem lehet úgy lett, az, mint ha úgy csináltuk volna Martina, hogy megöltük az a szellemállatokat, mert azokból lifestyle-ezi magát. De már nem vagyok ebbe biztos egyébként. Ebben már nem vagyok 100%-ig biztos. Nem volt vicces ez a szarvas, én úgy érzem. Nem tetszett ez a boss fight. Én be a pont, azt nézd, hogy pont mikor ütöttem volna, akkor csinálom a move-ot, ami pont nem jó. Mindig ez a pont akkor, mert azt mondja, néha ilyen van, persze nyilván, de érdekes, ebben a játékban mindig pont akkor történik olyan ellenmozdulat, ami neked nem jó. Kurva érdekes, hogy pont mindig. Mert gyanús. Pont rohanok felé, fölugrok, ütök, és pont akkor ugrik föl. Nem máskor, akkor. Nekem mindig ezek a gyanús egybeesések, ezek már egy idő után ilyen finkszagúak. De ez csak az én véleményem nyilván, mert egy Souls fan ember az erre azt mondja, hát figyelj már, te vagy a hülye, hát most így ez van, ez kész. Igen. De élet is ilyen ez van, nem? És több mindegy, nem? Itt ledugnak egy marék szart a torkodon, hát ez van. Ne legyen véleményed. Ez van, kész. De
látom megint. De nem igaz, hogy nem marad egy staminám. Na. Ezt is még nem lehet kicserélni, ezt majd akkor aktív, hogyha újra kijövök a move sequence-ből. Nem? Addig nem tudod, meg kell várni. Tehát a csere nem lehet a holt időbe, a csere is az aktív időbe mehet. Ez egyébként ugyanolyan, mint mikor átváltasz egy spell izére. Spell, vagy nem is a spellre, hanem a... Mi is szokott? Most valamit akartam hasonlót mondani, nem is kicsit elbasztam. Tehát mikor X időbe vagy, nem engedi, hogy csináljon, akkor miért nem tudok beállítani már a következő mozdulatom? És pont a holt időbe szeretném kihasználni, hogy kicseréljem azt a szart, és nem engedi. Nagyon-nagyon sok ős probléma van ezzel a játékkal, amit már a DS-ek, tehát veri a From Software a mellét, hogy már ő milyen egy mérföldköves játékfejlesztő cég, hogy már a 7.-8. Souls játékot csinálják. De bazd meg, a 8. játékra még mindig ezek szerint nem tanulnak a régieknek, hogy be, tehát hogy olyan problémákat nem gyomláltak még mindig ki, amik gond. És akkor erre verik magukat? Hát én, bocs, de én elbújnék inkább, tehát hogy... Hogy... Nem igaz, hogy sokadik... Tehát pont az Elden Ringre nagyon pengének kéne lenni ennek. Egyrészt move cancel, ne legyen input read, ne legyen input block, sokkal jobb hitboxok, ne üssön át az ellenfél falon, lehetne az a taktikázni, hogy a falba üttetem és megizél, meg... stunnolódik. Meg... A rengeteg dolg, amiket mondani szoktam. Holt időbe lehessen valami más dolgokat kiválasztani. Kezd speedet fejleszteni, milyen gyorsan kezdteljen, milyen gyorsan igyon. Tehát ebben a státuszban lehetne háromszor ennyi stat, nem érdekelne, csak legyen. De nem. Ctrl-C, Ctrl-V, erre futja. Gólnál már. Ja nem, ja most van itt a Mimi, most azt hiszem már az nálam volt. Ezek szerint nem. Ezt nem tudom kinyitni. Nem tudom, úgy érzem, hogy ez a From Software ráállt ennél az Elden Ringnél a költséghatékonyságra. Amúgy. Mert alkalmazta ezt a Nio-s trükköt is, hogy újra hasznosítja a mobokat, csak scale-eli, ugyanúgy néz ki. Egyébként úgy veszük scale-elve, hogy már más a képessége. Újra hasznosítja a pályákat, a dungeonok ugyanúgy néznek ki. És csináltak 4 nagy pályát, oké. Tök jó. Tök jó. Ez tényleg jó egyébként, de ennyi.
tényleg a látványtervezők azok megint csak kurva, tehát mindig a mostani játékoknál mindig a látványtervezők végzik a legjobb munkát. Egyébként. Szia, Jonah! Megint jókor jött, épp szidom a gémet. Jó, nem szidom, csak megint arról, hogy... Megint az, hogy hiányosságokat fájlalok, hogy nincsenek. Mi újság, Jonah? Jól csinálsz. Játszottál mostanában megint az Eldennel azóta? Nem is látom Steamen, hogy majdnem mindig szidod, nem? Hát... ez a baj. Tehát ennek akkor van valami oka. Tehát ha nem lenne gond vele, akkor nem lenne ez. Tehát itt nem az van, hogy én vagyok a hülye és a játék jó, és akkor én csak magam tukítom el. Ha nem lenne, akkor nem mondanám. Ilyen egyszerű. Tehát ez nem az én hibám, hanem a játéké. Na most megint ott a vikingeknél kezdődött, most megint voltak ilyen vikingek, és hogy jönnek rám 8-an, és nem bírok se inni, semmit nem bírok csinálni, mert jön 8 ilyen buzi. Tehát, és akkor beszorítanak a sarokba. És nem bírok inni, mert olyan lassan iszik az emberem, ja meg a farkas volt ma, meg megint az a nagy farkas is. Az is. Egyszerűen 3 move-ot megcsinál, mire te egyet. Nem, mire te kijössz egyből, bocsánat, ez fontos. Azért nem látom szívem, mert... Ja, tényleg neki... Ja... Jó, bocs. Jó, igaz, tehát neked PS5-ön van meg. Hát akinek jól megy, tudod? És még mit? Szoktál még valami mással játszani PS-en? Mik vannak még már az ötre? Új, itt azt hiszem jön egy óriás majd. Igen, emlegethetsz már. De nagy damage-ed van. Ezek a dupla riposzt, vagy posture break-ek, ezeket annyira nem bírom amúgy. Tök jó, hogy megadtad a riposztot is, köszönöm. Nem engedtem meg. A lágy koton. Cserébe nekem elmaradott már a gépem erősen. Hát, nem mondom őszintén, most már észrevettem, hogy az enyém is kezd. Fölraktam a Dying Light 2-t, ugye Martin jó voltából. Megosztottuk a másnak a Steamet, és nem mondom, kipróbálom ezt a Dying Light-et, hogy játszottam vele egy 3 órát kb. Most nem az a lényeg, és fullovon van meg a 60 FPS-em. Egyébként úgyis szép a játék, én azt hozzáteszem, hogy tök jól néz ki, csak hogy értsd.
és ultra a legnagyobb preset. Na most ugye nem mindig, azért nyilván az ember azért custom-be szokta azért állítgatni, de hogy úgy, csak hogy értsd, hogy a full love-be állít, és tényleg, tehát valamit már fölveszek, már rögtön leesik 5 FPS-t. Tehát full love-on van meg a 60-om. Hát a Demon's Souls remake-kel játszottam rajta, ezen kívül meg hát elérhettem a PS játékemet is oda. Van mindenféle, ami érdekel, de sok minden a játszok, és a gépen is, szóval majd oda jutok egyszer. És a PS4-ed is még megvan amúgy. Na, ez a Raninak a kincse. Fasz csípja, látom. Fingerslayer Blade és Great Ghost Glovert. Hidden Treasure of Eternal City of Nokron. Ez a Great Ghost Glovert. Meg Glovert. Az mi? Ja, az majd gondolom a 10-es, ez kell a spirites íznél, jó? Jó. Na, királyság. Mikor a 3-at azt én is meg fogom tartani most már mindig. A 4-en gondolkozok, hogy eladom, mert ugye az a baj, hogy a 3 meg a 4 között ugye nem volt backward compatibility. De azt látom, hogy az 5-nél a 4-hez tök jó. Tehát, ne, tehát hogyha van 5, akkor tényleg nem nagyon látom értelmét a 4-nek. Továbbá az 5-nél most nem tudom hallotta, de most kijött egy tucat PS3-os játékhoz is a backward compatibility, tehát tudsz játszani a PS3, de ilyen 15 játék egyenlőre, de majd még lesznek állítólag. Tehát a PS5-tel most állítólag a 3-ig most nagyon megpörgetik a backward compatibility-t. Sőt, egyébként azt se bánnám a 2. Ja, sőt, a PS1-jel alapból már gyári izébe, a gyári, tehát hogyha nem patcheled, ugye, mert jön ki a szoftverhez is upgrade, bár nem tudom, hogy a PS5-höz mennyire jött ki. Na mindegy, tehát hogy a alapgyári verziószámmal tudsz játszani néhány PS1-es játékot. Állítva, berakod a PS1-es CD-t, és működik a game. De ilyen nem tudom hány játék. Megtaláltad mondjuk közben Jar Burgert? Nem. Nem, mert még nem mentem oda. Tudod, mondtam, hogy amúgy is majd akkor megyek arra a jobb szél közepére. Ide. Mert ugye... Tehát jó, itt voltam az artisteknél. Meg itt is, de ezen a részen pont nem voltam itt. Mert majd ide most akarok bemenni, majd ha kész van a Raninak a... Igen, de az ilyen egy-két játék. Volt ilyen, igen, tudom, de az ilyen egy, tényleg ilyen 3 cím max. Vagy igen? Az a vízeséses...
Vízeséses gargoyle az nem itt van, ugye? Az nem ebben a alsó részben. Gyorsan körbe rohanom. Tényleg, hogy is jutunk át megint a kövihez majd? Szerintem itt már megvan minden. Szerintem itt már megvan minden. Maximum egy-két tárgyat most így nem találtam meg, az arra van esély. De... ezt miért nem lehet ellökni? Ja, tudom már, hol nem jártam még. Ugye, ugye, hogy van egy... volt bennem egy hiányérzet. Van egy ilyen... azt hiszem itt, erre. Egy ilyen oldalsó útvonal. Igen. És itt van egy grész. És egy Stone Sword Keyball, bármán. Jonas, jegyezd meg, ha erre jársz, itt van egy mellékút, jó? Nehogy elfelejtsd. A Jonah, ha erre jár, mindent megtalál. A PS5-ön csak úgy dübörög, az Elden Ring már. Igen? Jó. Oké. Akkor ezt majd megbeszéljük. Hát most mondanám azt csípőből, hogy a... amikor végzek az Eldennel, de igazából az egy két őkból is így hülyeség lenne, mert nem tudom, hogy egy, hogy mikor végzek az Eldennel. Azért haladok vele, most jobban, mint mikor kóposztunk, mert egyrészt ugye csak egyszer kell venni mindenhol. De azért még mindig nem tartok a felénél sem. Hogy is állok? Na jó, most csinálom azt varra, mert az néha magamba, az így nem baj. Nem. Jó, elkezdhetjük egyébként, nekem nem gond. Jó, meg tudom oldani egyébként. Úgyhogy akkor majd ezt beszéljük meg majd streamen kívül, úgyis rád írok majd. Hogy akkor megveszem a PS Plus-t, meg te is gondolom, és akkor, hogy mikor kezdjük el, de akkor tényleg nyomjuk úgy, vagy minden nap, vagy két naponta. Inkább két naponta, mert akkor kettő között meg eldenezek.
Ez nem jó. Crucible Shield. Elejtett a shieldjét. Az úgy jó, igen. Jó. De már nagyon-nagyon ki... Egyébként már régóta benne van, hogy Bloodborne-oznék újra. De kóba nagyon kíváncsi. Egyébként abban vannak invéderek? Vagy abban most hogy működik ez? Mert mindig nem olvastam, hogy nagyon utána. Egyszer néztem róla egy videót, de nem tudtam kiszűrni, hogy mi van. Vagy... mintha valami olyasra emlékszek, mert így olvastam valamit, de... már nem nagyon emlékszek rá, és akkor se tudtam teljesen pontosan lefordítani. Hogy van invéd, de vissza tudod utasítani, vagy ki tudod így túrni? Tehát, hogy így megjelenik, akkor valami tárgyat használsz, és akkor így eltűnik, vagy valami ilyesmi. Hallottam. Vagy... nem tudom. De most lehet, hogy kurva nagy hülyeséget mondtam. Nem kéne, nem fognak meglepni kis köcsögök. De. Ó. Pancser kis köcsögök. Ó, ennek nem oda kéne kúrni egy hatalmasan. De most milyen zé van rajtam? Hát ő kúrt oda egy hatalmasat. Úgyhogy mint erről. Háttal van izébe tántorogva, akkor hogy védi ki? Még jó, hogy ez a Crucible, ez egy mob egyébként.
rosszul ugrottam. De megint geci ez a támadás, ezt nem hiszem el. Faszar hülye támadást, bazint az. De már nem nyilatkozok inkább. Jön is, hogy fellök, tök mindegy, mi történik. Hogy kerüljem ki? Esélyt kéne adni a megkerülés, és ne az, hogy 3000 évig szarakodjak fel, amikor rájövök, hogy hol van az a kis ablak, amivel lehet ugrani ezt a hülyét. Köszi, öljetek már meg! Mocskok. Ja, te mennyi nem halsz meg. Nem van ilyen nagy damage-e mindennek amúgy. Tényleg ez annyira túlzás, kérzem én is. Nem, ezt a mai streamet valami megint nem élem. Már kétszer is fölkúrt, most ez a harmadik. Folyamatosan megint ez a izé, hogy most miért nem így van, miért nem úgy van, mert semmi nem úgy van, ahogy kéne. És ez egy nagy, ez egy kurva nagy baj. Jaj, most lesz a izé, jó van. Ezt hiányoltam. 34 ezer. Az a baj, hogy ez olyan boss, hogyha ekhalok és... Vissza ők nem biztos, hogy azonnal föl tudom venni a szólom. Összegyúrok 20 ezeret magamnak. Már nem bízok ebbe a gamebe megint. Megint csinálja egyébként ezt a hülyeségét. Még mindig inkább ezt mondom. Együk meg ezt a szarvas lelket. Jó. Kicsi marad még 14. Két pontot emel a staminán. Vicces. Strength-tel nem is emelkedik a strength. Ja, ne, ja, bocs, hülye vagyok. Jó, félrenéztem. Egyébként van olyan, régi életükben is volt olyan, hogy van olyan szint, hogy még strength rex, és nem rak a attack power-re. Menjen az endó, mert... Az amúgy kelleni fog. Megnézem, hogy tudom-e fejleszteni a kardot. Őszintén, ezért nem szeretek, mert szeretem úgy, igen, azt olvastam. Désánban a PvE-vel is szenvedek. Nem tudom, nekem az a legnagyobb szociátek, hogy a Sekiro elfogadtam, hogy ezeket szentsétlenkedik. Hát... Tudom. Én is elfogadtam már olyannak, amilyennek, most ezt az Elden Ringet is elfogadtam, ez egy DS4 amúgy. De... Egyéb dolgokat nem tudok elfogadni soha, semmilyen szinten, amik örök érvényűek nincsenek rendben. Nem tudok egyszerűen elmenni már mellettük. Egyébként a betűmézsnek több a
FP kosztja, ez ennyire OP lenne? Benny's Knight-ok, azok elég erősek. Ugye ez a Ang Wall, ez volt most eddig nekem. Egyébként a Mimic Tear-t azt kéne fejleszteni, meg a Sast. És ez a Benny's Knight-ok, gondolkozok, hogy érdemes-e még. Nagyon legyen Mimic Tear. Ha még pénz. Aha, és most már nincs Gloveworld hozzá. Ez 5-ös kell, ez 6-os. Milyen boss jön? Ugye most két gargoyle, aha. Bazdán. Sast mindenképp fölfejlesztem. Amennyire tudom, mert az sűrűbb, azt is fogom most használni már. Ezt használjuk el. Greetings. Are you here for spirit? Jó, és ez is már csak az ötös. Jó. Oké, ötöst majd szerzek valahonnan. Aha, ez nincs Smithing Stone-om. Hármas Smithing Stone, ajaj. Igen, és azt tudom, hogy... az egy nagy bajom volt az előzőnél is, hogy... Nagyon későn szereztem meg a képességet, hogy itt tudjak venni Smithing Stone 3-ast. Mert az valahol északon van a hozzávaló ilyen bearing. Dupla gargoly, imádja a FromSoft ezeket, ez a jó szám, ami már negyedik ilyen sok vízköpös boss fight a szériában. Hát... Ja. Journey to the Gatu Fingers, you may be up. Jó, ezt már elmondtad, jó van. Ah. Ah, well then. May the Golden Order. Sem mond új dolgokat, jó. 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 Hát jó. Aléloj, léloj, léloj. Na várjunk. Mire lehet érzékeny ez a kecsőeg? Talán... Nem tudom, lehet egyszer kétszer, hogy is meghalok, vagy többször. Azért nem lesz az egyszerű. Van Marika szobor, úgyhogy nem kell mindig innen rohanni. Ja, azt a tárgyat nem is vettem föl. Nagyszerű. Ötös, hármas kell. Mondjuk, a menitőrnél egy se... Egy se rosszabb PTDSD. Az melyik is?
A Demon's Souls-ban az a... Az is ilyen... Itt egy NPC. Olyan, mint egy gargoyle. Csak ilyen ördögi kinézete van. Azt hiszem. Az is ilyen vízköpő, nem is ketten vannak. Ugye? Valami ilyesmi. Nem tudom, mert a Demon's Souls, az még nekem nincs meg úgy, mármint úgy, hogy én nem vittem végig. Csak láttam streameket. Jó, hát akkor szokásos buff. Hát ez jó. Tudom, nézzük. Talán Holy. Nem vagyok benne biztos. Ez Kindrednél is. Kár, hogy nem próbáltam meg. Aranyos kezdés. Látom a... Ne! Ez sem volt input read, tényleg nem volt. Egyáltalán nem volt, geci. Ez sem amúgy. Egyáltalán nem volt. Persze. Igen, az, hogy leesel meg szar helyen vagy. Éppként nekem az a pók sem valami nagyon barátságos, ami ebben a bányában van egy ilyen szűk helyen. Van egy olyan is. Éppként a Holy Damage, ahogy láttam, egész jó. Bekészítem a ezt is, meg őt is. Hát, hogy meg tudom talán idézni külön-külön a kettőt majd. Hol a grévem? Jó, 1002.
Jöjj már meg, bazd meg, hát nem hiszem el. Mennyire nincs staminám, bazd meg. Te zabálja a karakter. Látod a sast? Sas geci nem bírja eltalálni. Jó, eltalálja, tehát le volt sérülve a sas, de hogy ilyen... Ilyen nehezen, tehát a Banish Knight-ot, meg ami így a földön rohangál, azt már rég megölte volna. Ez a sas, ez nem egy köcsög. Tehát nem is a damage-be, persze amikor ellened jön, akkor nagyon meg tud ölni a sas. Nem damage-be, hanem hogy ilyen röpköd, és akkor nem bírja egy eltalálni. Na, egyébként itt van egy... Egy rész. Egy rész. Meg múltkor, jó-jó múltkor, balga mód, ez elkerülte a figyelmem. Úgyhogy Jona, majd erre figyelj. Van egy ilyen koporsó. Ez átvisze a következő föld alatti területre. És mondom, hogy jutok át? És igen, és utána jutott eszembe, hogy tényleg ez a gargoylnál van egy ilyen izé. Utazó kopós. Gargoylius. Transportius. Ja, azzal a... Paukkal... Paukkal. Az a paukkal én is szoktam kínlódni, de nem olyan rossz, mint a Flame Lurker, vigyázz, mert mikor kimászol belőle, lány leszel. Tényleg? Tényleg? Az nem csak a kettőbe van? Milyen boldog világ lenne, nem ez a sok transzhajlamú ember, ugye, akik szeretik magukat, vagy át akarják magukat így nem illeg változtatni. Milyen jól lenne egy ilyen koporsó, hogy belefekszik, és akkor átváltozik nővé. Nem, nem tudtam egyébként, de ugye a DS2-ből kiindulva én már nem meglepődök meg semmin, hogy elhiszi. Hát persze. Jaj, ezt, jaj, igen, most azt hiszem, hogy ez melyik. Aj, Istenem. Aj. Na mindegy, ide... Ide majd később jövünk. Azért részt belövöm. Vagy nem tudom, menjünk itt végig.